No hát, harmadik játéknapom, és ott tartunk, hogy nincs több quest. Tehát itt a jobb felső sarokban ugye voltak ezek a mérföldkövek, hogy miket kéne megtennem, és most csak ennyi van, hogy ehhez a szindikét toronyhoz menjek el, és akkor hívjam ki ezt a bosst, és zúzzam le az arcát. Ezt még azért kicsit ehhez puhának és kicsinek érzem magam. Úgyhogy szerintem azért ezzel még egy picit várok. Viszont inkább azt próbálom megnézni, hogy ezekhez mi kellene. Cooler box és egy workbench. Azt hiszem ezek azok, amihez még kettő szintet kellett lépnem. Igen. Igen. Jó. Hát a 12-nek még elég az alján vagyok, és a 14-et el kell érnem, tehát ez mondjuk még másfél szint lépés. Szerintem erre egy kicsit rágyúrok, nem akarok ezzel nagyon senkit fárasztani. Majd ha lesz max valami érdekesség akkor. És akkor szerintem utána, tehát mondjuk ha leszek egy 14. szintű, akkor még lehet egyébként egy dungeonbe is elmennék, mert 13. szintől elvileg már tudok. És akkor majd utána fogok szerintem mindenféle bosst kihívni, mert egyelőre kis ratyarák vagyok. Szaladok gyorsan egy kört a világba, és megnézzük, hogy milyen gyorsan sikerül nekem ezt a másfél szintet megugrani. Na, hát új fogalmat nyert az értelmező kézi szótárban a skill tree fogalma. Mert hogy ezen a fán volt egy néhány ilyen gyümölcs, és ez ilyen skill gyümölcs. Elég nehéz leszedni. Volt rajta egy ilyen fire skill, egy ilyen ice skill, és ez nem tudom milyen skill, mert nem tudom elkapni, de sikerült. Úgyhogy ilyeneket így lehet gyűjtögetni a skill tree-ről skill gyümölcsöket. És itt találtam megint egy ilyen cuker kis szobrot. Hát igen, itt az avatárral át tudnék ugrani, de ezzel nem, már pedig ott is van egy tojás. Ezt jó lenne begyűjteni, mondjuk nem mintha tudnék kikelteni tojást, de itt van ez a skill tree. És ez most így nem tűnt el, tehát ide vissza fogok járni. Lehet, hogy ez néha-néha újra terem. Nem tudom, hogy tudok-e marker. Igen. És mondjuk, mit tudom én, egy csillagot ide rakok. Mert ez egy elég hasznos pozíció, és vissza fogok járni, majd skill tree-t szüretelni. Közben azt vettem észre, hogy ha a lámámon ülök, és úgy harcolok, akkor ő kap XP-t, én nem. Tehát ha ő öli meg a lényeket, akkor ő kap XP-t. Ez idáig tök logikus lenne, viszont azt veszem észre, hogyha én kapok XP-t, akkor mindenki más is kap, aki a partimba van. Tehát én persze adjak mindenkinek, de ők nem adnak nekem. Most ezeket sikerült elkapnom, elkaptam egy ilyet egyébként. Ja tényleg, akkor nézzük már meg, hogy ez mit tud, kb. Semmit. Jó, minden esetre cukin néz ki. És amit még nem értek. Mutatom, hogy mit nem értek. Van itt egy olyan, hogy ez a lista ugye a kis állatkákról. És van itt egy ilyen, hogy capture bónusz. Tehát én ezt úgy értelmezem, hogy kapok minél nagyobb XP bónuszt, vagy bármilyen bónuszt kapok, ha elkapom. De ezt szerintem ebből kaptam el eddig a legtöbbet. És azért kapok a legtöbb bónuszt, akit a legtöbbet elkaptam. Tehát szerintem ez valahogy pont fordítva kéne. Cicából, csirkéből. Kicsit úgy érzem, hogy amennyit elkaptam belőlük, annyi az a capture bónusz. Tehát most, hogyha én még elkapok 5 birkát, akkor az azt jelenti, hogy már 10-et elkaptam, és akkor a capture bónusz egyre több, vagy csak addig kaphatok. Az is lehet, hogy egy idő után már nem kapok. Most megnézem, hogyha még egy ilyen cuki-duci birkát elkapok, akkor az ugye itt látszódott, hogy most 5 volt ez a capture bónusz. Lehet, hogy igazából csak addig ad. Tehát, hogy nem... Jaj, nehogy megöljem! Nem lesz az, hogy az idők végezetéig kapok érte XP bónusz, hanem ha már 10-et elkaptam, igen, most már 6 per 10, de nem, mert egyre nagyobb a szám. Tehát szóval ez számomra egy picit, mondjuk első szintű, ezeknek nem tudom mi értelme van. Ennek max az lesz az értelme, amit ott láttunk, azt a daráló gép, hogy szegényeket egy idő után berakjuk és feldaráljuk ilyen erősebb fokozatra, de hát egyes szintű még kb. Úgy se ér semmit. Jó, megnézem, hogy néz ki ez a sztori, tehát hogyha itt van nekem ez a capture bónusz, és elkapok még hármat, és aztán mondjuk a negyediket elkapnám, akkor azért még kapok-e bármit. Akkor vagy az lesz, hogy marhasokat kapok, mert kimaxoltam a capture bónusz lehetőséget, vagy az lesz, hogy nem kapok szart se, mert maximum 10-szer kaphatok egy állatkáért ilyen elkapási capture bónusz, tehát ez viszonylag hamar ki fog derülni, mert itt van kettő, és akkor valahol még találok egy harmadikat, de hát ezek ilyen nagyon lófika első szinti cukkerek, erre még ezt a golyót is sajnálom elpazarolni. És
kicsit feltápoltam magam, csináltam ebből is sokat, meg nyilvesszőből is sokat. Meg ugye van ez az íjam, ami három nyilvesszőt lő, úgyhogy egyet fogyaszt. De tényleg ezekért kár elcsárdzsolni egy ilyen golyót, ezekért a kis... És szint lépés. Na igen, egyébként ebből a szempontból jó ezeket így elkapogatni. Most már 155 XP-t adott egy ilyen kis mini birkának az elkapásaira, ami kb. Semmi. Mármi nehézség tekintetében. És egyébként pedig így gyűjtögetem a nyersanyagokat, akkor ilyen egyet, meg kettőt, meg ilyeneket szokott adni. Hogyha ez ilyen jól boostolható, akkor azért lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy mindegyikből elkapok 10-et. Amikből eddig már sikerült, és akkor ezáltal egyre nagyobb bónusz kapok. Na mindjárt keresek egy kis birkát, és akkor megnézzük, hogy mi van. Na hát az elég egyértelműnek tűnik ez a dolog. Megszereztem 10 kis birkát, befogtam őket, és most itt azt írja, hogy complete, tehát 10 per 10. Úgyhogy nagy eséllyel többet ezért nem kapok XP bónuszt, mert hogy úgy látszik, akkor 10 darabig ad. Hát ez viszont addig elég jó boost. Tehát ilyen 150, 120, 200, most a legvégén azt hiszem 200-at adott. De mondjuk ez a legkisebb szintű állatka, tehát magasabb szintűért már lehet, hogy többet ad. Meg hát gondolom ennek is van értelme, hogy ezt így kimaxolni. Az a baj, mondom, hogy egyelőre nem jöttem rá, hogy hogy tudok állatot kidobni onnan abból a boxomból, és azért egy idő után az is be fog telni. Tehát azért nem nagyon biztos, hogy szeretnék ilyen izéket, de hát maximum mondom, remélem addigra meg lesz ez az állatbedaráló gépem, és akkor összeegyesítem őket ilyen Frankenstein módjára valami magasabb szintű létformává. 218. Pakker! Akkor viszont, hát várjál, vagy az van, hogy azért, mert ez egy magasabb besorolású állatka, number 3-os, vagy azért, mert már az előzőt teljesítettem, és ezért a következő az többet ad, lehetséges. De mondjuk ilyen XP-k azért elég jók az én szintemen. Ilyen 222-ket, az brutális. Tehát összességében kell menni 830 XP a 14. szinthez. És ha ilyen 200-asával dobálja, akkor azért az elég vicc, hogy befogok 4 csirkét. Azt jó, bár mondjuk van 100 szint a játékban, vagy nem tudom, tehát 111, bocs, jelen pillanatban. Tehát most itt falhoz vágom magam örömömbe, hogy a 14. szintű leszek, nagyon korrekt, de mindegy, hát kicsinek is örülni kell. Az én szintemen ez most így tök oké, okay, és ilyen kis mókuskákat is elkaptam egyet-kettőt. Jó, hát akkor most ezt fogom csinálni, ezzel fogok XP-t farmolni, hogy lezúzok minden lényből. Hát 10 darabot, illetve nem lezúzok, hanem befogok. Valószínűleg a dárdám az hamarosan eltörik. Ja, és ugye aki a partimban van, az az 5 lény, ez is kapja az XP-ket, nem 200-at, mint én, de azért sokat. Úgyhogy, ha valakit fel akarunk boostolni a bázisunkon, hát ezt nem fogom elkapni, akkor az is megoldás lehet. Egyébként mindig ez van kicsit, mint hogyha a következő, tehát ez mint hogyha gyengítené, vagy nem tudom. Tehát a következő az már kicsit magasabbról indul, és megint egy kicsit rátesz. Tehát kicsit úgy veszem észre, hogy akkor a elsőre nem sikerül, akkor második, harmadik. És ez is 227, pedig ez csak a harmadik állatka. És ez a Technology Tree-be, nem, a Paldeck-be hol van? Hát igen, ez magasabban, úgyhogy nem annyira ettől függ. De minden esetre rohadt jó XP-ket ad ez. Tehát 2-3 állatkát még elkapok, aztán fingom nincs, hogy hova fogok ennyi állatot tenni. Nem, hogy betároljuk a dobozba. Meg hát rengeteg ilyen kis befogó gombócot kell majd építenem. De röpködnek a 200 XP-k. 231, rohadt jó. Úgyhogy XP-t farmolok és karaktert boostolok, aztán meg majd beugrunk egy dungeonbe is, hogyha ilyen jó sikerül haladnom a karakterfejlesztéssel. Na visszajöttem a bázisba, már elfogytak a gombóckáim. És még egy érdekességet vettem észre. Hogy így jártak ugye, és itt vannak a csapatomba, ott van a legfőső, a láma. Ilyen 2-4 pontokat ad egy ilyen gyártásért, és ott már azt írja, hogy bőségesen 13. szinten van a kollega, és ugyanezt írta az előbb is, amikor még alacsonyabb szintű voltam, és ott 12. szintűnek jelölt még engem, tehát mint hogy a fölé sikerült volna menni, az én szintem fölé, viszont csak itt, tehát amikor megnéztem a csapatba, akkor itt ugyanúgy pirossal írta a limitet, minthogyha nem menne fölé, de azért ezeket is kőkeményen bebusztolta ez a formulás, úgyhogy lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy betárazom itt ezeket a kis cuccmókokat, és olyat viszek, Jézus Mária, jó szétcseszte nekem itt a terepet. Á, Istenem, éhes vagyok. Jó.
Úgy, mert ugye a gagyikat hátrapakoltam így alapból. Hát 1, 2, 3, 4, 5, 6, igen, szóval elvileg, hogyha lesz mindenből 10, akkor elég sok helyet foglak foglalni. De rá, na mindegy, szóval elszarakodok én ezzel, tehát lényeg az, hogy ha valakiket be akarunk boostolni, itt a táborba is akár egy alacsonyabb szintű, de föl akarjuk tápolni gyorsan, akkor el kell vinnünk magunkkal a partiba, és el kell menni állatokat befogni. És marha gyorsan megugrik a szintje. Egyébként itt is emelkednek ezek, mert azt hiszem ez 6. szintű volt, mikor befogtam, most meg a 9-es. Jól el vannak itt, mint a befőtt, de úgy talán még gyorsabb a boostolása, ha elviszük magunkkal. Na hát egy csöppet ráfeküdtem az XP boostolásra, a jó szokásom szerint. Marhára jól működik ez a lénybefogás. 18. szintre nagy hirtelen felgyúrtam magam, és igazából így néz ki a cucc, hogy mit tudom én, ebből befogtam 11-et, 6-ot, 10, 3, tehát még csak arról sincs szó, hogy 100 ezer darabot mindenből, ugye ez full számolja, tehát 10 fölött is számolja, és nagyon-nagyon jó XP-ket adnak, tehát a végén már ilyen 400-akat kaptam bizonyos lényekért, és nagyon jó felpörgött a cucc, 18. szintű vagyok, kioldottam a Technology Tree-n azt a két elemet, ami nekem most szükséges, ez a kis mini hűtő, meg ez a gombóckát gyártó workbench, és rohadt sok állatot így berangsoroltam, azt ugye kiszámoltam nagy okosan, hogy ez 6x5-ös, tehát 30 lény fér be egy ilyen slotba, és akkor azt fogom kb. Csinálni, hogy mindegyikből egy tized betárazok, amiket így befogtam. És akkor így szét fogom szépen osztani őket, hogy mindegyik ilyen lapon lesz 30, aztán nem tudom meddig lesz elég helyem. Ilyen süni az új lényem, amit találtam. Eddig nem találtam ilyet, volt még más, azt hiszem ilyet se találtam eddig, ez valami rókalány, meg a Noxot, egyszer egy ketrecbe találtam csak, de így a mezőn még nem, most egy ilyet is fogtam. Úgyhogy így gyűjtögetem ezeket a kis lényeket, és egyébként közben az egyre érdemes figyelni, amikor elmegy az ember vadászni, hogy mondjuk a legelején próbálja meg olyan állatokat befogni, ami számára szimpatikus, esetleg használná másra is, mert azok ide bekerülnek. Én úgy vettem észre, hogy a többinél nem, de aki benne van a partiba, azt nagyon komolyan boostolja XP-vel, amikor az utána lévő állatokat befogjuk. Tehát amelyik 4 nekem itt van, és mit tudom én 6. szintűen fogtam be, hát kb. Amikor visszajöttem a bázis, a 10. szintű volt, mert ugye folyamatosan fogjuk be az újabb állatkákat, kapja a brutál XP boostot, csak ugye az a baj, hogy a 4 után, mert ez itt volt az inventorimban, tehát 4 után a többit már ide dobálta be a bázisra, és az már nem kapott XP-t, úgyhogy érdemes az elején esetleg olyat befogni, amelyik szimpatikusabb. És akkor, hát én most megpróbálom legyártani ezt a két cuccot. Itt egy hűtő. Ezt gondolom kell, majd ide az elektromos ember kell, hogy ezt becsárgyolja. Tehát nem tudom, ez mitől lesz hűtő. És a másik meg ugye az a gombócka workbench, ami szintén szükséges lesz. Ezt mondjuk lehet, hogy rohadtul nem ide kellett volna csinálni, de mondjuk pont a workbench-et kellett volna csinálni, de mindegy. Ugye tudok már olyan kicsi gombócot csinálni, de elvileg vannak nagyobbak. Tehát két, azt hiszem, eddig kettő nagyobbat láttam a listába. Azt nem tudom megcsinálni ezen az alap workbench-en, meg azt hiszem még itt se, hanem azt feltételezem, ahhoz kell majd ez a varázsasztal. És nem tudom, hogy az hol van. Ez az? Nem, ez a high quality. Az szerintem nekem már van. Ez nem az? Hát fingom nincs. Szerintem ez az volt. Jó, mindegy. Ez sem az. Akkor hol van? Én ezt már kioldottam. Itt van. Mi nincs nekem? Szög. Gyártunk szöget gyorsan. Kicsit fejleszgettem a karakteremet, ugye 18. szintet léptem egy pár szintet, ilyen egyéb képességekre is tettem egy keveset, nem sokat. Azt hiszem egyet még a HP-ra, egyet még a teherbírásra, tettem egyet a staminára is, meg egyet megint a gyártási sebességre, így picit javult minden. Szóval így néznek ki most a képességeim. Így vegyes osztogattam egy kicsit, egyiket se toltam nagyon túl. Most elvileg van szög, és akkor tudunk gyártani ilyen workbench-et. Hát ez elvileg ide tök jó lett volna, és ugye most probléma, hogy nem tudom arrébb tenni azt a
Azt a... Ó, és itt azt látom, hogy jobb gomb, akkor a folyamatos építés. Akkor lehet, hogy mégis megvan az a feature, amit én hiányoltam. Hogy nem tudom ugyanazt többször építeni. Elvileg mégis megvan. És hát ilyenkor tömegek tudnának bejönni, segíteni, építeni, de mondom, valahogy ez még kicsit bugzik, hogy nem jönnek be a házba. Most ez megvan, akkor elvileg 10. szintre föl tudom upgrade-elni a bázisom, azt hiszem most már talán 10. És akkor ott nyílik meg, azt hiszem, az az opció, hogy 2 bázist fogok tudni építeni. Kíváncsi vagyok, hogy ez most így hogy kell érteni. Tehát, hogy akkor így elmegyek a nagyvilágba, és ez a sima, és ez a mega. Aha. Hát ezt majd egyszer kitalálom, hogy kell használni. Ehhez már kell ilyen érc. Nézzük, hogy akkor most megvan-e az áhított szintlépés. Nem ez az, hanem ez az, és igen. Hát így nagy hirtelen egyből 10 emberke dolgozhat a bázisba, és újabb és újabb és újabb cuccokat kell csinálni, hogy lehet, hogy 10 lesz a maximum talán, vagy ez még fog itt lefelé menni. Na jó, akkor most viszont meg kell néznem, hogy mi az az állatkedés. Sok majmot beraktam, mert egyébként ezek nagyon hasznosak, tehát ez egy csomó mindent tud csinálni. És ez huligán, nagyon cuki. És nem tudom, ki legyen a következő. Na mindegy, szóval elszarakodok ezzel, tehát lényeg az, hogy jó sokat sikerült szintet lépnem, és ez az állatbefogás, ez egy baromi jó feature. 18. szintet eléggé hamar sikerült elérni, szerintem ez nem rossz, pláne azért, mert korábban még ez a 13 ilyen áhított számnak minősült, hogy a dungeonökbe lemehessek. Úgyhogy szerintem következő epizódban, lehet, hogy most még egy picit farmolok, tehát még egy 20-asig felviszem magam, és aztán bejumpolok egy ilyen dungeonbe, és megnézzük, hogy ott mit lehet csinálni. Nagyon cuki, hogy ez most reggeli tornázik a forró fürdőben. Eldurran a cukiságtól ez a játék.